Szeretettel köszöntjük egymást, Isten hozott bennünket. A 228. energiapolitikai hétfő estét elkezdjük. Szeretnék kérni mindenkit arra, hogy bár a világ nagyon elromlik körülöttünk, mi ne kövessük ezt a példát, és ha egyszer valamit 5 órakor akarunk elkezdeni, akkor kezdjük el 5 órakor. Tehát aki még kávét is akar inni, legjobb, hogyha 3-4-5-re idejön, és akkor nyugodtan mindezt le lehet bonyolítani, lehet egy kicsit egymást szeretgetni, és aztán időben el tudjuk kezdeni az előadást. Úgyhogy ezt nagyon kérem, és szeretettel köszöntöm azokat is, akik nincsenek közöttünk most, hanem majd az előadást az interneten, a honlapunkon fogják követni. Őket meg arra kérem, hogy ha olyan nagyobb bajuk nincsen, akkor csupán kényelmi okokból ne maradjanak otthon, hanem jöjjenek el ide közénk, mert mint ahogy ezt mindig mondogatom, most is elénekelem, hogy a személyes jelenlétet semmi nem pótolja. Egymást szeretni, egymás iránt a megbecsülésünket kifejezni, és átélni azt, hogy jó itt együtt lenni nekünk, ez csak így lehet. Dróton keresztül, interneten keresztül ez nem működik, de őket is nagyon szeretjük, akik nézegetik az itten elhangzottakat, és nagyon sokan vannak, örömmel jelentem, hogy egyre nő azoknak a száma, aki kérik, hogy értesítsük őket a rendezvényeinkről. Ez csak olvasmány, ugye, ez egy régóta ugyanezt ide fölírjuk. Arra emlékeztetünk mindenkit, hogy aki ezt látja, hogy ha második hétfő, akkor Empol hétfő. Addig, amíg Isten engedés élünk, és ezt meg tudjuk tenni, hát éljünk ezzel a lehetőséggel. És ha netán itt valaki jól érzi magát, főleg az, aki még talán nem volt közöttünk, ezt így ránézésre nem tudom megállapítani, az, ha itt most jól érezte magát, akkor mondja el másoknak is, mint lehet látni, van még hely, és itt őszinte beszélgetés van, mindenkit várunk ide, itt egyenesen beszélgetünk, és többek szerint jó előadások vannak. Ez szintén olvasni való, csak annyit említek meg, hogy aki megváltoztatja az elérhetőségét, vagy tud valakiről, akinek megváltozott, az értesítsen bennünket, mert különben nem fogja kapni a küldeményeinket. No, a program, hát kialakult tulajdonképpen a év hátralévő részére a program. Remélem, hogy így első ránézésre meg vannak elégedve vele, mert azok a kérdések szerepelnek itt, amelyek foglalkoztatnak bennünket legalábbis. Sokakat nem foglalkoztat már semmi, de ezek azok az energetikai kérdések. A helyzet nagyon rossz, és éppen ezért elég rossz ahhoz, hogy érdemes legyen küzdeni ellene. És a mi társulatunknak ez a hitvallása, hogy amíg csak létezünk, igyekszünk a rossz folyamatokat fékezni, és a lehetséges hatékonysággal tájékoztatni, felvilágosítani a nemzet iránt felelősséget érző honfitársainkat, hogy van dolguk nekik is, amit megértettek, mondják el másoknak is. Elég rossz az energetikának a helyzete ahhoz, hogy amíg lehet, tartsuk napirenden ezeket a kérdéseket.
És örüljünk annak, ugye egy hónappal ezelőtt a Bogár László előadásába nagyon plasztikusan megfogalmazta és buzdított bennünket, és örvendezett annak, hogy milyen jó dolog, hogy hazánkban szabadon lehet beszélni. Itt valódi szólásszabadság van, ebben a teremben is. Tudomásom szerint még egyszer se hazudtunk. Úgyhogy, és hát igyekszünk ezt a továbbra is fönntartani. És örüljünk neki, hogy ezt még meg tudjuk tenni. Amíg ezt meg tudjuk tenni, addig van esélyünk. Addig van esélyünk. Sok helyütt ezt már nem tudják megtenni. Egy változás van, mégpedig a júniusi előadás, ami hosszas előkészületek meg szervezés után végül is egy hete kiderült, hogy olyan technikai okok merültek fel az előadó részéről, amit mi nem tudtunk társulatunk teljesíteni, ezért kénytelen voltunk eltekinteni ettől az előadástól, úgyhogy most a következő bejelentést teszem, én fogom tartani a júniusi előadást. Úgyhogy magamat fölkértem, elfogadtam a fölkérést, és előadást fogok tartani. Hogy miről, az majd hamarosan ki fog derülni, amikor a átvehető anyagokról lesz szó. A média válogatás, a hagyományos, ott van a hírlevelünk, ezt különösen ajánlom, és vigyék el másoknak is, és aki úgy gondolja, iratkozzék föl. Nő azoknak a száma, mint már említettem, akik a hírlevelünket olvasni akarják. Ugye ott rajt vannak azok a linkek, amin elérhetők fontos írások. Most itt két írást van, amit a Loránd Károly kollégánk írt, mind a kettő ott az asztalon elérhető. Na most elnézést kérek, hogy magamat ajánlom, de most itten ez a bizonyos harmadik vagy negyedik anyag a villanyellátással kapcsolatos anyag, ez ott van. Ez egy összefoglaló anyag, amit én azért dolgoztam ki, hogy ebben a vészterhes energiapolitikai helyzetben igyekeztem összefoglalni azokat azt a véleményt, amit mi ebben a helyzetben képviselünk. Soha nem volt olyan fontos ezeknek a javaslatoknak a közzététele, mint napjainkban. Ennek a dolgozatnak az alapján, mint azóta már ezt ugye meg is kapták, készített a társulat egy állásfoglalást, amit közzétettünk. És most, hogy ez a lehetőség nyílt, hogy fölkértem magamat egy előadás megtartására, ezt fogom elmondani, amit ott, aminek a vázlata ott van. Nem mondom, hogy két napi élelmet kell beszerezni, mert hosszú előadás lesz, mert azóta ez az anyag jelentősen kibővült, és hát előadásban sokkal jobban ki lehet fejteni szabadabban az embernek a véleményét, itt legalábbis mi nálunk, mint írásban. Úgyhogy hát ezt az előadást ajánlom mindenkinek a figyelmébe, mert itt egy jó beszélgetést szeretnénk tartani. Tehát lesz egy előadás, ami jelentősen kibővül, lesznek bevallottam, mert hirdetem előre politikai jellegű állásfoglalások, mert szabad országban vagyunk, úgyhogy ezt is megengedjük magunknak, és
egyenesen fogunk a legfontosabb témákról beszélni. Nem lesz tabu. Mához egy hétre, vagy egy hónapra nem lesz tabu, egyenesen fogunk beszélni, nyíltabban, mint eddig valahányszor. Elérkezett az idő, hogy kötelező nekünk ezt megtenni. Na hát akkor remélem, hogy eléggé beállottam magamat, úgyhogy ha Isten engedés érint, összeszedem magamat, és egy előadás lesz. És várom természetesen a kérdéseket. Valószínűleg egy részét már majd ülve fogom elmondani, de nagyon fontos dolgokat szeretnék mondani. Így utólag szinte örülök annak, hogy ilyen kellemetlenül alakult, hogy le kellett mondani egy előadásra. Aki ide jár, az tudja, hogy ilyen még nem történt az energiapolitika 2000 életében. Nem történt. Most ez is megtörtént. Ezt is túléltük, és ezt is legyőztük. Úgyhogy legyen áldott a Jóisten, hogy eddig megadta ezt nekünk, ezt a lehetőséget, és buzdítok mindenkit, hogy jöjjenek el és hallgassák meg az előadást. Hát ilyen nagy öntöményezés még talán nem is volt ebben a teremben, elnézést kérek, így adódott a sor. Már olyan helyzetbe kerültünk, hogy a negatívumoknak is örülünk, és ez nagyon fontos dolog, nem csüggedünk, végezzük a dolgunkat, ez nem egy haszonelvű tevékenység, amit mi végzünk, mint ezt mindig szoktam hangsúlyozni, hanem ez egy erkölcsi kötelesség. És továbbra is, amíg mi működünk, az a elvünk, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok. Mi soha senkitől nem kértünk, mármint személyektől összekoldultuk a működésünkhöz szükséges összeget, és azt hiszem most is egy ilyen koldulási dolog következik, tehát még akinek nincs jobb célkitűzése, nincs jobb ügy, hogy támogassa, akkor az 1%-ot jutass el hozzánk. Nem nagy összeg, mert hiszen a jelenlévőknek a korösszetétele az következik, hogy nem sokan tudnak rendelkezni a jövedelemadójukkal, de minden számít. Ez viszont egy olyan dolog, ami ha nem hasznosítják, akkor elveszik a köz számára. Itt van egy lehetőség. De még egyszer mondom, csak az adja ide az 1%-át, akinek nincs ennél fontosabb célja. No, el is érkeztünk az előadáshoz, és nagy szeretettel köszöntöm Cibula Mihály urat. Nem tudom, emlékeznek rá, akik ide járnak, hogy ő már volt itt nálunk. Mikor volt itt? 2014-ben, azt hiszem a 143. előadás Empol hétfőn, és a téma akkor ugye az üzemanyag kazetták optimálisabb kiégésén témájáról volt szó. Na most ez a téma azért fontos, mert az újság, most ez egy ilyen téma, amiről mindenki beszél, ugye előtérbe került az itt ebben a nagy zűrzavarban ez a téma is, és hát persze, mint általában a médiában, minden olyan nagyon egyszerűnek van föltüntetve, hogy bemegyek a boltba, veszek atomerőművet, vagy naperőművet, megkérdezik, hogy milyen kell, ugye, és minthogyha ez a dolog így volna. Az se nagyon közismert, hogy az, ami most történik, hogy a naperőműveknek a
működését úgy biztosítják, hogy visszaterhelik a Paksi atomerőművet, ami nem tesz jót a reaktortartálynak, szóval azért ilyen ellentétes folyamatok nyugodtan megférnek egymás mellett, és a félrevezetett olvasó közönség nem tud eligazodni. Finoman akarom kifejezni magamat, csacsiságok látnak napvilágot. Ugye felelős vezetők kijelentik, hogy 2030-ra önellátó lesz villamos energiából Magyarország. Hát nem hiszem, hogy én ezt megérendem, még sokan vannak, de ember csalódni fognak, mert ez nem fog bekövetkezni. Szóval igen, nagy a baj, és amikor nagy a baj és nagy a szükség, akkor szükség volna észre, belátásra. Na most még egy fontos dolgot mondok, amit én annak tartok, hogy világosan kell látni, hogy a szakpolitikai kérdések nemzetpolitikai szempontból kerülnek bizonyos esetekben hátrányba. Az ország folyamatos zsarolás alatt áll. Ennek a nagy megújulósdinak az egyik oka az, hogy azok az uniós támogatások, amire jogosultak vagyunk, és amire nagy szükség lenne az országban, azok ehhez vannak kötve. Kötelező egy csomó pénzt kidobni az ablakon ilyen megújulós dolgokra, azért, hogy esetleg akkor a többi ide fog érkezni. Tehát itt egy zsarolási dolog van, tehát az, hogy a dolgok így alakulnak, annak ennyiben, ilyen mértékben, ilyen arányban van indokolt politikai háttere. De a mi hazánk azért tud ebben a nagyon rossz világpolitikai helyzetben még talpon maradni, mert a lakosságnak a jelentős része, a lakosság jelentős része a kormány mögött áll, és erre lehet hivatkozni. Ezért vannak azok az akciók, hogy mindenféle aláírások, hogy a miniszterelnök úgy mehessen a harctérre, hogy a háta mögött érez egy tömeget. Na most az energetikai vonalon azért nem tudjuk fölvenni a harcot, és azért nem tudunk kikényszeríteni dolgokat, mert ez hiányzik. Mert ahogy a cikknek a végén, amiről már itt volt szó, említem is, fel kell, ez is egy energiapolitikai feladat, hogy a félrevezetett lakosságot fel kell világosítani. Fel kell világosítani. Ez egy nagyon fontos dolog. És az a szomorú tapasztalatom, hogy a szakmai értelmiség jelentős része, többsége, egzisztenciális okokból nem áll ki a tudásnak az erejével, hanem egzisztenciális félelemből megalkuszik és lapít. És ha megfigyeljük a hazai sajtót, azt tapasztaljuk, hogy nem a szakmai szakértelmiség, hanem sokkal inkább a humán területhez tartozó értelmiségi emberek szólalnak föl, mert az ő szemüket is szúrja az, ami itt történik. Tehát ebből azt a következtetést célszerű levonni, vagy javaslom legalábbis levonni, hogy akik még megtehetjük, szedjük össze magunkat, és próbáljuk a honfitársaink felvilágosítását ezekben a dolgokban elősegíteni, mert különben minden ellenünk dolgozik. Annyi szövetség van már a megújuló energiára, de miért van? Azért, mert egy csomó honfitársunknak az egzisztenciája ehhez van kötve. És akkor a demokráciának a jegyében ugye ők megjelennek, és ezek a hangok uralják a közbeszédet. No, erről majd egy kicsit
cizellátabban fogok beszélni, ha megérem június 12-én, azt hiszem, egy kicsit ezt részletesebben kifogom ezt a dolgot majd fejteni, ez csak egy ilyen előzetes volt. Na most, ami az előadást illeti, ez a téma napirenden van, és nagyon fontos, hogy ebbe tájékozottak legyünk. De mi az előadót nem kell bemutatni, mert ismerjük, amit viszont el kell mutatni, vagy el kell most mondani, hogy ugye a 200. energiapolitikai hétfő esténken az akadémián, amin a Covid miatt elég kevesen jöttek el, de megtartottuk, ott kiosztottuk azt az érmet, amit szoktunk azoknak adni, akik nálunk előadást tartottak. És ez az az emlékérem, amit a 100. energiapolitikai hétfő estén, meg a 200. is kiadtunk, így néz ki, és itt ezen a helyen be van gravírozva az előadónak a neve. Mivel te nem tudtál részt venni ezen a rendezvényen, mi mindenkinek megőriztük ezt az érmet, és most ez egy ünnepélyes pillanat, ezt átadom te neked. Köszönöm.